Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájtokkal. Kedves testvérek, a szentmise áldozatot hálaadásképpen ajánljuk föl hármasikrek unokákért 12. születésnapjuk alkalmából. Hát megdöbbenek, hogy már 12 év eltelt azóta, megszülettetek. Itt van közül, mi is állni szokott kettő közülük, vagy az egyik fiú pedig kamerázni szokott. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, illetve azokat, akik a telekommunikációs eszközökön keresztül kapcsolódnak bele a szentmisébe. Adja jó Isten, hogy mind többen jöjjenek el a templomba, tehát ne lustálkodjunk, és ne otthon pakolászunk, rámoljunk, miközben a szentmisét úgymond hallgatjuk, hanem vegyük a fáradtságot, hogy eljövünk a szentmisére. A munkahelyünkre elmegyünk, boltba elmegyünk, postára elmegyünk, orvoshoz elmegyünk, de aztán a legfőbb orvoshoz, Jézus Krisztushoz is el kell jönni, hogy ő személyes szeretetével tudjon bennünket megajándékozni. Mindamellett pedig, akik nek lehetőségük van, osszák meg a különböző csatornákon keresztül a szentmisét, részben írásban, ugye ami most van, vagy pedig egy nappal később körülbelül a Noé zenekarnak a YouTube csatornáján keresztül, az én Facebookomon keresztül, meg a plébánia honlapján keresztül is ezt megtehetik, és egyfajta minimális misszió. Szent Háromság vasárnapja van, az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretett közösségét ünnepli az egyház. A Szent Háromság szeretett közösségének lettünk a részesei, amikor megkereszteltek bennünket. Nagyon örülünk annak, hogy az első áldozásra készülő gyermekek itt vannak, és reméljük, hogy szerették és szüleik is itt vannak velünk együtt. Imádkozunk azokért, akik most lesznek első áldozók június 13-án, a 9-szörői szemüse keretén belül, illetve imádkozunk azokért, akik már voltak úgymond első áldozók, bérmálkozók, hogy ne csak olyan látogatóként jöjjenek el a templomba, és kopogtassanak a jussnak az ajtaján, ha kell valami, hanem élő eleme szívvel tudjanak belekapcsolódni az egyház község életébe, az egyház életébe, és a Szent Háromság szeretőt közösségét pedig elvinni az emberek szívébe, lelkébe. Van gyónás lehetőség, szeretném mondani, József atya várja gyóni kívánókat. Kedves testvérek, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepeljük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg a mi bűneinket, és vezessen el az örök életre. Kitty.
könyörögjünk, mennyi atyánk! Te elküldted a világba fiadat, az igazság igéjét és a megszentelő szent lelket. És ezzel kinyilatkoztattad benső életed csodálatos titkát. Add, hogy az igaz hit megvallásával a Szent Háromság dicsőségét megismerjük, és a fönséges hatalmú egy Istent imádjuk. Amirünk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled él és uralkodik a szentlélekkel egységben, Isten mindörökké. Olvasmány Mózes 5. könyvéből. Mózes a pusztában ezt a beszédet intézte a néphez. Kutasd a régi időket, amelyek előtted voltak, attól a naptól kezdve, hogy Isten embert teremtett a földre. Vajon az ég egyik határától a másikig történt-e valaha ilyen dolog, lehetett-e hallani hasonlót? Van-e olyan nép, amelyik hallotta az élő Istent lángok közül beszélni, ahogy te hallottad, és életben maradt? Volt-e valaha is olyan Isten, aki megtette, hogy e népet kivezessen egy másik nép köréből? Megpróbáltatásokkal, jelekkel és csodákkal, háborúsággal, erős kézzel és kinyújtott karral, nagy csapásokkal, ahogy az Úr, a ti istenetek, veletek tette Egyiptomban a szemetek láttára. Tudd meg hát, és vésd szívedbe, hogy fönn az égben és lenn a földön az Úr az Isten, senki más. Tartsd meg parancsait és törvényeit, amelyeket ma parancsolok neked, hogy jól menjen sorod, és majd utána gyermekeidnek is, és hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened, neked ad örökre. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgasság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el. Általa szólítjuk őt így, Abba, Atyám. A lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is. Istennek örökösei, Krisztusnak pedig társörökösei.
Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába föl arra hegyre, ova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus azonban oda ment hozzájuk, és ezt mondta nekik. Én kaptam meg minden hatalmat az égben és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ezek az evangélium igéje. Kedves testvérek, kedves gyerekek, Szent Háromság vasárnapja van, majd picit vagy, hogy elkalandozunk a nem komolyabb, hanem nehezebben érthető területre is. A beszédnek a másik felében, az első felében kézzel fogható módon próbálom valahogy elmagyarázni a gyerekeknek, hogy a Szent Háromság, ugye az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretett közösségét értjük alatta, az oltár le van téve, nagyon szép ikonak a másolat, tehát pedig ez egy fára készült másolat. Esetleg, hogyha a kamerával ráközelítünk, akkor lehet jobban látni, így a kezemben, és látjuk is rajta, tehát az asztal, ugye, itt az asztal, rajta egy kis tálka, picike nem lehet látni nagyon, de rajta egy tálka, de jobban lehet látni három angyal szerűséget, tehát nem angyal, hát úgy is lehetne nevezni, de az Atya, a Fiú és a Szentlélek. És miért van ott középen az a tál? Na ez nagyon fontos. Most elgondolkozunk egy kicsikét a gyerekvilágba, aztán visszatérünk ehhez a tálhoz, meg a három személyhez. Megvallom őszintén, nekem kedvencem a Szent Háromság, mert minden szeretett közösségnek a forrása és a célja. Forrása és a célja. No, tehát, kicsi voltam, akkor a nagynéném, mikor még picuroka voltam, 1970-ben Németországból úgy hívták érően, hogy NSK. Emlékezik a kifejező, hogy NSK-s, ugye? Német Szövetségi Köztársaság, azt ugye megszűnt ez a szétválasztás, és egybeolvadt a két ország. A háború után választották őket szét a kelet Németország, meg a nyugat Németország. Csak úgy zárja be, mondom, elgondolkodom, hogy hát ők úgy egyesülhettek, csak Magyarország az egyébként a legjobb tudomásom szerint, amelynek ilyen revizionálása nem történt meg, elgondolkodtató, ugye Felvidék, Kárpátalja, Délvidék, Partium, Erdély, és ugye Burgenland tekintetében. Majd erre visszatérünk majd a hirdetéskor, meg a trianoni ünnepségre hívjuk a kedves testvéreket. No, tehát Németországban lakott a nagynéném, és hozott még egy zacskó Haribót, iszög a Haribót, ugye? Gumicukorka. Hát akkor csak egyfajta volt még, maci. És hát
A bátyám pedig kapott rágógumit. Ő nagyobb volt már, kapott rágógumit. Rágógumit azt nem nagyon kaphattam én, mert egyrészt fogszabályozom volt, másrészt egy kicsi voltam mégis, mert a gyerek adni is a rágógumizon annyira, de bátyám a kapott rágógumit. Én meg kaptam Haribót. És hát az nagyon nagy kincs volt, a zacskó Haribót, tehát az ember egy hétig eleszegette. Óriás nagy baj volt, hogyha azt mondta anyukám, hogy, vagy apukám, hogy te vagy a, figyelj, de nem gondolt, hogy meg kellene kínálni a Pistit Haribóval? Hát lesápadtam, mondom, a fejére lettem, mint az a műsorban hirtelen, hogy mit csinálni? Hát már csak 15 szem van belőle, hát nem, nem lehet, hogy 16. Na jó, egyet úgy odaadtam. De? De bátyám örült nekem, nagyobb volt, ha 8 év idősebb volt nálam, mondom, jó, akkor cserekereskedem, meg kérek egy rágógumit. Szóval mondta, nem, egy rágó az 3 Haribó, úgyhogy még 2 tészes adjál nekem. Fú, gyerek, a fogamat húzták volna. Inkább mondja, hogy jó, tartsanak a rágodat, marad a Haribó. Tehát az ember gyakorlatilag az ősbűn óta ilyen nyeszled irigy tud lenni, ilyen nekem, az enyém, az én nekem. De végén talán másiknak is valami, ugye? És az ember azért növekedett, és hát nagyon sokszor hallottam azt odahaza, és hát eleve az ember úgy nőtt föl, hogy ezt a Jézusom adott, nem csak hallottam, hanem élte is a nagyobb boldogság ad, mint adni, nem? Így hogy a mondat vége? Nagyobb boldogság adni, mint adni? Nem, biztos, hogy van ez? Kapni, vagy adni? Kapni, vagy adni? Nagyobb boldogság adni, mint adni? Kapni! Na, végre. Hú, betesz egy nagy vekkert majd ide. Tehát nagyobb boldogság adni, mint kapni. Ez nagyon fontos, kedves esőrek. Hol érvényesül ez leginkább? Kinek a személyében? A mirunk Jézus Krisztus személyében. Aki az Isten dicsőségét letéve szolgai alakot vett föl, rabszolga alakját vette föl, nem csak alakját, rabszolga életét élte, meghalt értünk, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a hú, de jó. Még egybe kerbe teszünk, mégpedig a kereszt halálig, ugye? És az is azonban föltámasztotta őt harmadnapra, és ugye helyet foglalt az Isten ember, az Atya jobbján, ami emberségünk is ott van az Atya jobbján, vagy az Isten dicsőségében részesen az ember, és oda kapott Krisztus királykor, szoktuk ezt sokszor énekelni, oda kapott nagy megmenetelkor is szintén, oda kapott meghívást az egyház a reménységben, ahova a fő már elérkezett a maga dicsőségében. Mint mondtam is azt a hasonlatot nektek még, hogy a mozdony már kijött az alagútból, szeremény megy be, de a mozdony már odahaza van. Tehát, kedves esérek, a Szent Háromságban az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretett közösségét ünnepeljük, ahol voltak éppen most jelképesen nyilvánvaló, hogy buta hasonlat, itt nem Haribó van, itt középen, itt, hanem Istennek az élete. Isten élete. Jelképesen történt ez az ábrázolás, nagyon jó. Ennél jobbat nem láttam még. Sokat gondolkoztam arra, hogy mit lehetne mondani, hogy lehetne mondani, nem. Egy asztal, egy tál és 3 személy. Annyira szép. És ha nézzük a kezeket egyébként, nyilván nem nagyon lehet így kamerán keresztül látni, a TV készüléken keresztül, de sokfelé föl lehet interneten picit rámennek a kereső program, és akkor látják, igen, semmit nem tart meg magának. Nem odarántja a tálat, hanem fölkinálja a tálat. Nem nekem, neki. Kicsi gyerek voltam, kisúszálláson voltam nyaralni, apukámnál, aki ott dolgozott, ott volt ügyvédbácsi, és hát ilyen kényszerből volt ott szegényként, mert ugye nem volt pártag, aztán közelebb nem nagyon tudott jönni, mert nem volt osztály barát annyira, ugye 60-as, 70-es években osztályidegen volt, így mondták, osztályidegen volt. Főleg ügyvéd, húha, aztán pláne. No, lényeg, hogy ide teszem ezt a képet addig, valahogy ide visszatesszük. Így. Lényeg az, hogy meghívott egyszer egy aranyos néni ebédre. Hát apukámmal elmentünk,
és nagyon szeretem a paprikás csirkét, nokedlival, de nagyon szeretem a cseresznyét is. Miért például Germán Zsófi cseresznyét? Tudják, az a nagy szem, nagyon finom, ropogós. Megláttam a Germán Zsófi cseresznyét, szegény néni, Erzsike néni úgy hívták, kitette az asztalra. Hát én eljátszottam a kis szerepemet, hogy hát én nem vagyok annyira ilyesmás, a cseresznyét azt szeretnék kérni. Oda húztam a cseresznyés tálat, és hopp, a cseresznyés tál úgy becuppant a pocakomba. Szegény apámék, mire megették az ebédet, és mondta a néni, hogy hát egy kis cseresznyét esetleg, hát csak magvak voltak ott. És emlékszem, hogy mondta apám, hogy te fiam, te egyedül etted meg ezt a tál cseresznyét? Lesápadtam, hú, de ciki volt, nagyon szigyeltem. Hát nem lehetett visszacsinálni, megettem. Hát mondom, hogy szedek fáron, de fiam, ezt közösen kellett volna megennünk. A közösségi élmény a Szent Háromságban van leginkább jelen. Az Atya önnön magát kimondja, és megteremtődik a fiú önnön magát kimondja, most már az Atyára bal egyévába, mondja, hogy te, és ebből a párbeszédből fakad a Szentlélek, származik a Szentlélek. A kettőjük, az Atya, a fiú párbeszédéből, kölcsönös odaadottságából származik a Szentlélek, és a Szentlélek pedig azt mondja, hogy mi? Ezért mondjuk azt, hogy a Szentlélek a közösséget alkotó lélek. Az ember arra lett meghívva, hogy közösségben éljen az Istennel, a Szent Háromságban, igazi, tiszta, szeretett közösségben éljen a fele barátaival, inkább a családtagok, ugye állapotbéli kötelességek, és közösségben éljen a többi emberrel is. Kedves testvérek, Jézus Krisztus enénk tárta, hogy miként kell nekünk szeretni. Engedelmes volt mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Bemutatta, hogy ennyire szeret az Isten, és közben, már sokszor mondtam, de ezt mindig is mondani fogom, az két mondatot, mi hangzik, ugye, az én békémet adom nektek, nem a világét. Másik pedig, amikor azt mondja Jézus, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Ti is halál előtt, oda szögezik a kereszthez, és odaadja, érted, meg az ott ülő televíziót keresztül, bennünket nyomon követő kedves esereket, odaadja önnön magát, értünk, azt mondja, öröm és békesség. Mert ezért jöttem, mindent odaad. Visszatérve a Haribóhoz, az egész zacskó Haribóját odaadja a másiknak. És azt mondja, hogy örülök, hogy odaadhattam. Hány megtartott, de egy darab, nem, semmit nem tartott meg. Mert nagyobb boldogság adni, mint kapni. Kedves testvérek, emlékszem, mikor gyerek voltam, sokszor ugye elgondolkodtam azon, hogy tanították nekünk földre az Urán, ugye Magyarországot, és nézegettem, hogy mikor most hogy is van, az a piros csík úgy körbe. És próbálták elmagyarázni, de abszolút nem értettem, hogy mi miért külföldön születtünk, az apámék, anyám, miért külföldön született? Külföld, azaz Temesvár, ugye? És mondjuk Pozsony, vagy miért ott laknak fel a rokonaim Árva megyében, amely most mondjuk a piros csík ott van. Meg az én nagynénémék miért laknak mondjuk Nansadán, de Vensrászéban, ugye Fuzgönheimben, illetve kis falucska volt még Gimmeldingen. Miért? Hogy van ez, hogy most piros csík, itt tetszik, ott tetszik, amott tetszik? Ez egy emberi képződmény, azt hiszem, valami módon. Sokszor talán az önzőség, sokszor az érdekek mentén húzták ezt meg. Tehát is egy élő eleme szeretett közösséget szeretne létrehozni. A szeretet az az egyetlen, amelyen keresztül, akin keresztül átlép meg ezeket a határokon. Mi embereket csíkokat húzogatunk, drótsvét húzunk föl. Mit tudom, micsoda, emlékszem, megint csak visszakanyarodunk, 70-es években mentünk Németországra, nagy zseblámpa, nézték az ülés alatt, hogy visszünk-e valaki, mondom, mit néz ez a bácsi? Nincs ott, valakit, akik akarnak csempészni. Mi? Hát, tudja, hagyjam már négy szakon. Hát igen. Kedves testvérek,
Ez szomorít, itt úrunk és a felnőttebbek jobban megértik ezt. Egy ilyen közösségi alkalmazáson keresztül ilyen lelkes fiatal elkezdte magyarázni, hogy mennyire szép volt a csíksomonyi búcsú, mennyire jó, hogy Magyarország az igazából hát azon túllép, mint ahol most vannak ezek a határok, ugye? Mert a történelmünk mást mond, és elkezdte ezt úgy taglalni. A kommentek között ott volt garmadájával, hogy hú, mit képzel az ilyen, még magunkat sem tudjuk eltartani, mit akarnak ezért, hogy maradjanak, ottól vannak is, és különben is, meg egyáltalán különben is. És belegondoltam, te jó Isten, nincs még egy olyan nemzet, kedves testvérek, amely a határon túl szorult testvéreire, mondtuk az, hogy honfitársainkra, ilyen tűzokádást tud végezni. Nincs. Nézzük meg, Hollandia? Hát gyarmatosított. Ugye? Mi gyarmatosítottunk? Nem. Anglia? Ha javában. Ugye? Portugália? Javában. Spanyol? Javában. Az itáliaiak pedig pénzelték, hatalmas pénzrendszert állítottak föl, ugye? A mit tudom, ilyen nyugati rendszerekkel együtt, ugye, bajorokkal és a többi. Magyarországon egész másképpen volt. Mi védtük, tényleg védtük Európát. Nézzük meg, török veszedelem, és a többi, és a többi, és a többi. Mi nem gyarmatosítók voltunk. Sokkal inkább befogadók voltunk. Éppen ezért bennünket nem nagyon oktassanak ki erről. És még egy olyan ország nincs, ha találtok egy ilyet, akkor szóljatok nekem, főleg Európában, ahol ilyen kegyetlenül elbántak volna, mint velünk. Miért bele sodortak bennünket két világháborúba? Főleg az elsőbe. Mert préseltek bennünket. Szentéleti Prohászka mondja egyik beszédében, és annyira aktuális, szegényt sokszor tették már úgynevezett indexre, mondja augusztus 20-án egyik beszédében, naplójában van ez írva, nagyon röviden. Vagy kereszténység, vagy bolsevizmus. És azt mondja, a bolsevizmus sokszor a különböző áruhában jelentkezik, és állarcokat vesz föl, hogy elvegye a hitünket és a magyarságunkat. Kedves testvérek, a Szent Háromságban az odaadást ünnepeljük. Ez nem egy elmélet, ez maga a gyakorlat. Vagy önző gyerekeket, unokákat nevelünk, nekem, enyém, ugye, és ott tudok rajta, enyém. Vagy nagyobb boldogság adni, mint kapni. Legyünk angyalok, legyünk Jézus munkatársai, hogy azt az örömöt, amelyet ő nekünk elhozott, azt megosszuk másokkal. Most, amikor készülünk az első szentáldozásra, visszagondolok arra, hogy hány és hány gyerek üdögélt már itt a templompadban, anyukájával, apukával és a többi. És milyen szépen elszivárogtak. Hányan bírmálkoztak, milyen szépen elszivárogtak. Hányan ígérték meg a gyerekkeresztelések, hogy igen, vállaljuk, akarjuk, hogy ne. Milyen szépen elíceltek. Pedig Istennek nem lehet hazudni. Hát lehet persze, csak hát az Isten mindent tud. Kedves testvérek, mi van ez a maszk, ugye ezt most nem, pláne veszi az adás, ezt a misét, nem mondom el a véleményemet, de lenne róla a vélemény kicsikét, mennyire steril. Tehát a lényeg az, pedig ez tiszta, de nem steril. Na, lényeg a lényeg, hogy hát erre nagyon vigyázunk, és a múlt héten is kitértem, hogy milyen fontos, hogy bemegyünk egy helyre, mondjuk egy vendéglőbe, míg bemegyünk, fönt van, eszünk, levesszük. Nem eszünk, fölvesszük. Iszunk vizet, levesszük, nem iszunk vizet, fölvesszük. Múlt azt mondta egyik ismerősnek, hogy figyelj, be kell menni, azt reggel egészen végig. Bemész, egyél így áll végig. Nem kell fölvenni. Eszem, nem tudom. Jó, nyilván nem viccelek, de nem egy ilyen farizósi dolog ez. Nem eszem, nem fertőzöm. Eszem, megint nem fertőzöm, így, látja? Akkor mondjuk a kiránduláskor fönt van, meg egymás mellett vagyunk, másfél méteren belül vagy,
várnak, kettőt veszünk fel. Mert a fölgyi a fogjári föltöröd a padlót, fel meg az asztalt, de neki van maszk. Múltkor egy ilyen hajléktalan bácsi, pedig volt fent a maszkja. Mondom, a maszkot tessék, azt mondja, hogy vegye le inkább, vagy adok egy újat, azt mondja, ja, tudom, föl kell húzni teljesen. Fölhúzta. Én nem tudtam, hogy az zsebkendőnek használja, vagy portörlőnek. Úgy már jó, van maszkom. Hát mondom, igen, van maszkja, ez is semmit nem használ. De ez ilyen, amikor valaki egy ekkora keresztet tesz a nyakába, és azt mondja, hogy nekem van keresztem. Kidekorálja magát szépen, hogy keresztény vagyok. De belül, hogy Jézus mondja, olyan szép hasonlata van, nagyon csúnya hasonlat egyébként. Meszelt sír, kívül szép, csirviri, belül tele van rohadással. Krisztus, hogyha ő táplál bennünket lélek erével, akkor mi Krisztus emberek leszünk. Amit eszünk, azzá válunk. Tehát minél inkább esszük, isszuk őt, annál inkább Krisztus emberekké válunk, ha úgy is élünk a lélek erejével. Krisztusi emberek leszünk. Adja Isten, hogy a Szent Háromság szeretett közösségét, az Isten Szent Háromság szeretett közösségét tudjuk megélni, hirdetni, és ezáltal mindinkább átadjuk önmagunkat az ő jelenlétének, hogy fölragyogjon a világban, az önző világban, az egoista világban, az igazi szeretett közösség, vagyis egy Isten arcú világot tudjunk megélni és alkotni. Amen. Hiszek az egy Istenben. Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idők kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól. Valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért. Leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, halált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe. Testvéreim, mennyi, hogy a gyermekei, a fiú testvérei és a Szentlélek templomai vagyunk, kérik az atyát a fiú által a Szentlélekben, hogy segítse hívő népét. Szent Háromság egy Istent, dicsőítsék életükkel az atya, a fiú és a Szentlélek nevében megkeresztelt emberek. Kérünk téged, hallgass meg minket. A Szent Háromság egységének titka, vezesse a hit és szeretet egységére az egész keresztény világot. Kérünk téged, hallgass meg minket. A Szent Háromság kiáradó szeretete, vezesse minden embert az evangélium világosságára. Kérünk téged, hallgass meg minket. A Szent Háromság egysége és békéje, uralkodjék a népek és vezetőik szívében. Kérünk téged, hallgass meg minket. Az Atya hatalma, a Fiú bölcsessége és a Szent Lélek kegyelme őrizze meg családjaink egységét és boldogságát. Kérünk téged, hallgass meg minket.
Áld meg az első szent áldozása készülő gyermekeket, szeretteiket, szülőket és hozzátartozóikat. Áld meg a hármasikreket, akik ma ünneplik születésnapjukat. Mindenható örök Isten, enged, hogy akik a keresztségben gyermekeid lettünk, kegyelmeddel a Szent Háromság boldogító látására eljussunk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, neved segítségű hívása által szented meg felajánlott adományainkat, és tégy bennünket általuk neked szentelt örök áldozattá, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek, emeljük föl a szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te egyszülött fiaddal és a szent lélekkel együtt egy Isten és egy Úr vagy, nem személy szerint való egységben, hanem három személyben és mégis egyetlen lényegben. Így, amit isteni szavadra dicsőségedről hittel vallunk, az fiadról is állítjuk, a Szentlélekről is hirdetjük, minden különbség tétel nélkül. Az igaz és örök istenséget úgy valljuk, hogy három különböző személyt imádunk benne, egyetlen lényegben és egyetlen fönségben. Ezt dicsőítik az angyalok és főangyalok, a kerub és szerápkorusok, kik örökké éneklik és együtt zengik. Oh.
Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra a mérünk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér, értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért hiatt halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletesse a szeretetben Ferenc pápákkal, Antal püspökünkkel és az egész papságon együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokkal, akik irgalmadban bízva távoztak el ebből a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkat, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részes lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a szentidekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj egyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünk neki Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus, te azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézd, hanem egyházad hitét, és őrizd meg egyházadat szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, kérsz és uralkodol mindörökön örökké. Az Úr béké legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Miserere nobis.
ima az Isten báránya, ima, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, kiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Thank you.
Mivel az Isten fiai vagytok, a fia lelkét árasztotta szívetekbe az Isten, aki őt így szólítja, abba atya. Olvashatjuk, imádkozhatjuk Pál apostolnak, Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt levelében. Könyörögjünk, Úrunk Istenünk, e szentségvétele és az örökkévaló egy és osztatatlan Szent Háromság megvallása szolgáljon testünk és lelkünk üdvösségére, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Szeretném mondani, hogy a trianoni gyásznapunk, de hogy összetartozás napja, az június 4-én, épp első pénteken lesz. Ezen alkalommal a szentmise az 5 órakor lesz itt a templomban, tehát pénteken, első péntek, június 4-e, majd pedig lenn 6 órakor itt a templom oldalánál közvetlenül, ahol a kis sétány megy, az önkormányzat egy nagyon szép trianoni emlékművet állít föl, még nincs teljesen kész, mindesetre tényleg nagyon méltó helyen van egyrészt, másrészt pedig nagyon szép is lesz, amennyire szép lehet egy ilyen temetkezési hely, ha szabad ezt mondani, megemlékező hely. Várunk mindenkit nagy szeretettel ezen emlékének a megáldására, ez pénteken lesz, 18 órakor, tehát június 4-e péntek 18 órakor. És ugyanezen a napon a megemlékezés követően pedig itt a templomban Tamás József atya tart majd előadást a Biblia öregjei címmel, mindenkit szeretettel hívunk és várunk, és itt jegyzem meg, hogy az elmúlt előadásnak a Mária jelenéseknek a kapcsolatban tartott előadása szerkesztett formában az Egyházközség honlapon is megtalálható, illetve a Halom televízió is sugározta, ott is biztos fellelhető, ajánlom becses figyelmükbe. Mindenesetre a Szent Háromság szeretett közösségét hirdetjük fel a barátaink között egy önző és egoista világban, legyünk a szeretett közösségnek nem csak hírnökei, hanem egyben megélői is. Az Úr áldását fogadjuk. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, küldetésünk van, járjunk békében.